sorozatában ezzel az összeállítással régi adósságát törleszi, amikor oly sok nagy sikerű színészportré után Szelecki Zita munkásságával ismerteti meg önöket. A Nászindulót 50 esztendővel ezelőtt forgatták. Ezután már csak 3 filmet forgatott Magyarországon Szelecki Zita, és ebből 2 dobozban maradt, ami azt is jelenti, hogy a Nászinduló egyike volt magyarországi utolsó filmjeinek. Argentinában még egy film megörökítette Szelecki Zitát, ám ekkor vége szakadt egy nagy sikerű, szinte töretlen filmszínésznői karriernek. 26 filmet forgattál Zita, itthon Magyarországon, egyet Argentinában, egyet Olaszországban. Ezek után nem hiányzott-e a film, mint műfaj? Ó, természetes, nagyon hiányzott. Hát azért, tudod, színházi színésznő az ember, és mindig mi színházi színésznők büszke vagyunk arra, hogy hát a színház az igazi művészet, és hát megmaradt a pódium. Rengeteg helyen jártam, rengeteg előadást csináltam, szavaló esteket, mindenféle különböző esteket, de persze, hogy nagyon hiányzott a film. A filmezésből mi hiányzott? A légkör, a partnerekkel való együttjátszás, hiszen sok remek színésszel játszottál együtt, vagy pedig az a siker, ami egy-egy filmbemutatót övezett. Hiszen a kritikusok annak idején azt írták, hogy bár Szelecki Zitát színpadi szerepeiben is több 10 000-en megnézik, 30-40 ezen is talán, de azért a filmek 100 000-nél is nagyobb az ismerettsége. Hát a film az népszerűsít, ugye, és az egész Magyarországon természetesen vidéken is láthatták a filmeket. Sőt, a magyar film nagyon híres volt abban az időben. Olaszországban teljesen úgy ismertek bennünket, mint Magyarországon, vagy a skandináv államok, a déli államok. Hiszen azt mondták a 200. magyar film premierjén azt mondta a kultuszminiszteri előadó, hogy Magyarországtól délre levő országoknak nincs Greta Garbojuk és Claire Gable-jük, csak Szelecki Zitájuk és Jávor Pályuk. A magyar film nagyon jó volt akkor, abban az időben. Igazi sztár voltál, erről nem csak az élményeid alapján beszélhetünk, hanem a régi újságcikkek, a régi fotók, hiszen nem volt olyan hét, hogy 3-4 cikk ne jelent volna meg Szelecki Zitáról, és fantasztikus hangnemben írtak rólad. Miben nyilvánult ez meg, te mit éreztél? Hát tudod, olyan öntudatlan voltam, annyira ösztönös voltam, és soha nem gondoltam tényleg arra, hogy én ezt fokozzam, vagy valamit csináljak. Én csak éltem és daloltam, mint ahogy Ady Endre mondja, többet, jobban, erősebben. Nem, tényleg, én boldog voltam, annyira szeretett mindenki, és az olyan boldogság volt nekem belépni, akár a Nemzeti Színház kiskapuján, akár a filmgyár kapuján. Az a millió, az az egész más hangulat, azok az emberek, a műszakiak, a rendezők, tudod, az egy más világ. Úgy emlékszem, hogy még Hollywoodban is egyszer egy darabhoz, egy Ibsen darabhoz kértünk a tévéstúdióból kölcsön ruhákat. És én beléptem ott a kapun, és egyszerre éreztem, hogy Istenem, hát ez az én világom tulajdonképpen. És ahogy ott mentem, én nem tudom, hogy mi volt bennem, biztos az a belső boldogság, vagy valami, de úgy megnéztek azok az amerikaiak, annyira úgy éreztek, hogy én oda tartozom ahhoz, és én is úgy éreztem, hogy oda tartozom, de hát sajnos nem tartozom. Baróti Géza cikkét is megtaláltam, amikor a filmarchívumban készültem a te pályafutásodból. Igen. És nagyon érdekeseket írt. Szóval egy sztárt én a 30-as évek közepén végén nem így képzeltem volna el Magyarországon. Tehát Baróti Géza így ír rólad. A magánéletben cseppet sem művésznős. Nem visel igéző csápkaca bajkákat, legfeljebb tompa színű kis pulóvereket, olyan kis szoknyákat, amilyent a 30-as években néhány jó író darabjában a modern és a becsületes urilányok viseltek. Majd így folytatja. Milyen is Szelecki Zita? Szép, szolíd, tehetséges kis úriasszony, akinek nincs pletykahadjárata, nincsenek irigyei és nincsenek ellenségei. Csak szeretik őt, 30 000-en is megnézik, ha színpadon fellép, filmen pedig talán 100 000-en, vagy még többen is személyes ismerősei, az ország dédelgetett kedvence, akár a Margit-sziget. Csodálom, hogy eddig még nem rendeltek az őrzésére láthatatlan testőrséget.
Szóval így nézett ki egy sztár, ilyen hát kedvesen, egyszerűen, szolidan? Hát igen, igen, azt hiszem ezt szerették bennem. Valahogy az egész nemzet sajátjának érzett, a kis húgának. Mindenki úgy védett, becézett, ápolt, és én csak úgy röptöstem, és csicseregtem, és olyan boldogan elfogadtam ezt az egész státust. Szóval nálam a sztárság nem abban nyilvánult, hogy na, én most sztár vagyok, és későn érkezem a műterembe, vagy ilyesmiben. Nem, hát én olyan pontos voltam, ott voltam időben, mindig tudtam a leckémet, és talán azért is szerettek annyira, tényleg annyira szerettek a nemzetiben is, a műszakiak is, a filmgyárban is. Szóval én nem tudom, hogy mi volt a sztárság, csak az volt, hogy ugye minden producer engem akart először a filmekre, minden rendező és minden író. Talán ebben nyilvánult a sztárság. A régi filmjeidet ma megnézed-e, vagy szívesen nézed-e? Hát néha, amikor nagyon megkövetelik az emberek, hogy nézzem velük, akkor megnézem. És hát persze vannak olyan filmek, amiket szeretek, és vannak olyan jelenetek nagyon sok filmben, amit azt mondom, Istenem, bár ne így csináltuk volna, vagy bár ne így lett volna a hajam, hogy lehetett ilyen hajviseletet hordani? Vagy hogy lehetett ezt így megcsinálni? Hát azért tudom, nagyon sokszor az ember a rendező kezében van. Úgyhogy, de azért általában én azt hiszem, hogy meg lehetek vele elégedve, mert abban az időben azt hiszem nagyon természetes voltam, és hogyha ez szabad dicsekednem egy kicsit, azt hiszem, hogy ebben elől jártam. Szóval a koromat megelőztem, hogy abszolút természetes voltam. Melyik ezt filmed szeretném. A kedvenced ebből a 26 itthon forgatott moziból? Hát nagyon szeretem a Zenélő Malmót, a Rózsafabotot, a Gülbabát, a Sziámi Macskát, Sok hűhó emmiértet, Nászindulót. Nagyon szeretek sokat, de van, amit nem szeretek, amit szeretnék elfelejteni. Mint például az elsőt, amikor akadémista voltam, és első éves akadémista voltam csak, és megjelent a színházi életben egy fénykép rólam, és akkor elhivatott a Balogh Béla bácsi, és akkor készítette elő az 50. magyar hangosfilmet, ami a Méltóságos kisasszony volt, és akkor szerződtettek erre, megszavaltatott, és szerződtettek. Persze Audrey Árpád, az akadémia igazgatója, el sem akart engedni. Ő gyűlölte a filmet, egyszerűen nem bírta elviselni, az nem művészet, és maga is a sátán szolgálatába állt, rettenetesen szeretett. Nagyon-nagyon szeretett, és szerette volna, hogy én igazán csak színházi színésznő legyek, de hát aztán megsajnált, gondolta, hogy hát tudta, hogy szükségem van a pénzre, és hát az nagy dolog volt akkor, hogy első éves akadémista egy filmfőszerepet kapjon. És akkor tényleg elengedett, de azt mondta, hogy csak akkor, ha megígéri, hogy visszajön, és elvégzi az akadémiát, mert maga színházi színésznő, magának a nemzetiben van a helye. És hát tényleg visszamentem, és elvégeztem az akadémiát. De Isten őriz, hogy megnézzétek a Méltóságos kisasszony. Nem véletlen, hogy Audrey nagyon féltett téged a filmezéstől, nem csak azért, mert nem szerette, rangon alulinak tartotta a filmet a színpadi művészettel igen. szemben, hanem azért is, mert Szelecki Zitáról ő azt tartotta, és ezt valahol olvastam, hogy 100 évben egyszer, ha születik olyan színpadi tehetség, mint Szelecki Zita. Szóval ő nagyon nagy véleménnyel volt rólad már első éves színakadémista korodban. Igen. Nem véletlen, hogy harmadéves korodban már a nemzeti ösztöndíjasa lettél, és ott kezdted a pályafutásodat a igen. nemzet első igen. színházában. Igen. Hogyan emlékszel erre vissza? Hiszen a színpad az kitörölhetetlen emléket hagyott. A sikert a filmek hozták, de hát az igazi művészi élményeket gondolom a színház. Az valami csodálatos volt akkor a Nemzeti Színház, és én egész életemben mindig, hát nekem már az, hogy magyar és nemzeti, ez én bennem mindig olyan nagyon túl volt fejlődve. Én nem is akartam a Színi Akadémiára menni. Én jó tornász voltam, és folyton tornáztam, hogy én ki fogok menni az olimpiászra, és akkor ott én miattam föl fog menni a magyar zászló, és megszólal a magyar himnusz. Hogy én a nemzetibe beülhettem egyáltalán, vagy statisztálhattam, vagy ott hátul megbújhattam a sorokban, és nézhettem ezeket a nagyokat, mint Bajor, meg Urai, meg Tasnád Ilona, meg Pető Attila, meg Kis Ferenc, Audrey Árpád. Hát az nekem valami olyan csodálatos volt, mindaz a tradíció, mindaz a szépség. És
Nagyon boldog vagyok, hogy akkor kezdtem, és hogy bevettek maguk közé, és hát én könnyen olyan... befogadtak az akkori nagyok? Könnyen, nagyon könnyen, nagyon jók voltak. Bajor Gizi, hát az olyan drága volt, az úgy segített, az mindenben. Annak ellenére, hogy folyton azt mondták, hogy itt van neked az utódod, és tényleg megkaptam az ő legnagyobb szerepeit, például Júliát, a Rómeós Júliában, akkor a Hajnalban, délben, estében a Annát, Titániát, a Szent Iványi Álomban, de soha egy pillanatig nem éreztem benne irigységet, vagy egy olyan furcsa érzést, hogy na, itt jön egy felnövekvő új tehetség, aki nem, hát ő olyan nagy volt, ő olyan óriási volt, és olyan drága volt jellemben és mindenben. És nagyon talán szerettem. És talán azt érezhette meg benned, hogy nem a külsőségek vonzanak erre a pályára, hanem valami nagy-nagy elhivatottság, valami nagy-nagy alázat, aminélkül úgy gondolom egyetlen szakmát sem szabad csinálni. Igen, ez így van. Én bennem egy olyan nagy alázat volt. Talán ezt érezte meg a közönség, hogy szeretett, mert nem voltam beképzelt, és minden igyekezetemmel próbáltam jót és szépet alkotni. Nagyon nagy volt bennem a hivatástudat, ez végigkísért aztán az emigrációban is. Mindig úgy éreztem, hogy nekem adni kell, és magyar kultúrát kell adni, és szóval az nagyon érdekes volt, hogy mikor először előálltam azzal, hogy színésznő szeretnék lenni, és el szeretnék menni a Színi Akadémiára, akkor az egész család ellenezte, csak az édesapám, aki nagyon szerette a színházat, ő mondta, hogy hagyjátok menni, mert ő belőle lesz a második Jászai Mari. És én nem tudtam elképzelni, hogy miért mondját Jászai Mária nagy tragika volt, csodálatos hanggal, egyéniséggel, és én pedig teljesen az ellenkezője. És aztán később rájöttem, hogy az is olyan alázatos volt, és az is imádta a magyarságot, a művészetet, és a színházat, és harcolt érte, és az igazságért. Szóval nagyon, nagyon igaza volt az édesapámnak, mikor erre gondolt. De szerencséd volt nem csak azzal, hogy édesapád melléd állt és támogatta pályaválasztásodat, hanem szerencséd volt a Nemzeti Színházba kerülésedkor is, hogy nem skatujáztak be. Tehát a szerepek széles skáláját játszhattad. Igen, ez nagy dolog volt, tudod? Tényleg nem voltam ott csak drámai színésznő, vagy csak vígjátéki színésznő, vagy csak filmszínésznő, hanem tényleg az, hogy akkor a magyar írók annyira ragaszkodtak hozzám, és Tamási Áron darabokat játszottam meg. Harsányi Zsolt is nagyon szeretett. Tamási Árontól játszottam az Énekes Madárt, a Vitézlélek, a Harsányi Zsolttól a Noszti fiú esete Tóth Marival. Csodálatos volt Jávorra, oly, de kedves volt az egész. És zenélő óra, aztán Babai Jóskának, szóval Németh László, ugye? Hát Németh Lászlónak. A Villámfénynél. A Villámfénynél, tehát most is olyan gyönyörű levelet adott az egyik rajongóm, amit ő Timárhoz írt, és kérdezi benne, hogy vajon mi lett azzal a lánnyal. És azt mondta rólam, a Raksányi Gellért mesélte, hogy azt mondta, amikor újra rendezte a Villámfénynét, hogy hát az a lány az igazán villámfény volt. Ezzel a gondolattal köszönöm meg Szelecki Zitának ezt a beszélgetést, és miután Magyarországon csak az idősebb korosztály élvezhette annak idején filmjeit, én ajánlom őt, illetve filmsorozatát a fiatalabb nézők figyelmébe is, azzal a szeretettel, amilyen szeretettel ő beszélt most pályafutásáról. Nézzék figyelmesen ezeket a filmeket, hiszen nem csak szórakoztatóak, hanem sajátos lenyomatai egy kornak, a 30-as, 40-es éveknek. Igen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó szórakozást! Go, Sarah.